Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! Nagyon-nagyon hosszú időszak után ismét jelentkezünk a közélet műsorunkkal, innen a Polit TV stúdiójából, és hát különleges érzésekkel vagyunk itt. Eltelt 2 hónap, talán életünk, hogyha visszatekintünk életünkre, talán legkülönlegesebb 2 hónapja volt ez az elmúlt időszak. Úgy gondolom, hogy mindenki számára sok minden történt ez alatt az időszak alatt. A jelenség neve az COVID-19, és hát igazából az utókornak a tiszte lesz, hogy elemezze ezt a helyzetet, a nagy igazságot, a teljes igazságot erről a helyzetről igazából lehet, hogy soha nem is fogjuk tudni. Tóth László kollégámmal az imént beszélgetve mondtuk azt is, hogy valami különleges ilyen dolog lehet ez majd az utókor számára, mint ahogy a szeptember 11-i események New Yorkban, vagy akár az első világháború, vagy második világháború, vagy akár a trianoni békeszerződés, erről is lesz szó a mai műsorban, különleges, mind a mai napig nem érthető fejezetei. Majd igazából lehet az 50 vagy 100 év múlva a történelemkönyvek lapjain, hogyha lesznek lapjai, akkor majd a történelemkönyveknek, akkor talán kíváncsi lennék azokra az elemzésekre, amit erről az időszakról, erről a nagyon különleges 2020-as tavaszi időszakról fognak majd írni. COVID-19, ez a jelenség, és különösen a romániai gazdaságra kifejtett hatása, ez lesz a mai műsorunk első témája, de ugyanis a tegnap volt a trianoni békeszerződés 100. évfordulója, éppen ezért ez lesz a második beszélgetés témánk egyáltalán. Hogyan lehet jól hozzáállni magyarként, erdélyi magyarként, erdélyi magyar nemzeti közösség tagjaiként ehhez a kérdéshez, vagy egyáltalán van-e jó hozzáállás? Ezeket a kérdéseket feszegetjük a mai műsorban. Köszöntöm állandó beszélgető társamat, Tóth László újságírót. Köszöntöm a nézőket én is. És körülbelül a véleményem az, hogy mikor lesz ebből reális kép, az egyezik a tiédével, azért egy kicsit pesszimistább vagyok. Én azt mondom, hogy nem lehet tudni, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt tulajdonképpen. Nagyjából lehet tudni. De azért a háttérben mi folyt, azt nem lehet tudni. Ugyanaz lesz 100 év múlva is esetleg körülbelül annyit fogunk tudni, mint az a trianoni szerződésről. Amit én ez alatt az időszak alatt úgy bennem is átalakult, és ez most egy kicsit személyes, hogy érdemes a dolgoknak a jó oldalát nézni. Én keresem, kutatom a saját életemben is, de egyáltalán a társadalomban is azokat a jó dolgokat, amit okozott ez a helyzet. És hát jó dolognak nevezném azt, hogy például nagyon-nagyon sok leplet lerántott a román társadalomról. Azért mindig jó egy kicsit ilyen szembenézés, őszinte szembenézés magunkkal abban a helyzetben, ahogy vagyunk, élünk, mert onnan már lehet építkezni. És hát a román társadalom, hát mindenki véleképpen a román politikumnak a tehetetlensége, az államvezetésnek, hát mondjuk azt, hogy eléggé össze-vissza, keszekusza hozzáállása. Igen, most ez egy különleges helyzet volt. Nem is tudom, hogy egyáltalán bárki is tudott jól reagálni, ha bár láttunk világszinten jó reagálásokat. Én például a magyarországi kormány reagálását eléggé jónak láttam, de több ilyen európai ország is van, ahol eléggé higgadtan és határozottan kezelték az esetet. Rávilágított a romániai egészségügynek a nagyon sanyarú helyzetére, és olyan témákra igazából, amik úgy érzem, hogy egy kicsit a román nacionalizmust is felhozta, habár mikor bajban van az ország, és hát nehézségek vannak, vagy esetleg olyan dolgok, amik a kormányzatnak a hiányosságait jelentik, akkor mindig előragadják ezt a magyar kártyát. Nos, ez a magyar kártya, ez nagyon-nagyon erős volt, amit itt most előrangadtak, nem is tudom pontosan, hogy volt-e ennél agresszívebb, mondjuk 1990 márciusa óta ennyire agresszív megnyilvánulás, mert azt megszoktuk, hogy György Funár és Cornelio Vadim Tudor részéről kapunk ilyen megnyilvánulásokat, de most úgy teljes mellszélességgel a politikum jó része támadásba lendült a magyarsággal szemben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon-nagyon sérülékeny, amiről minden alkalommal, amit beszélünk ebben az adásban, nagyon-nagyon sérülékeny Románia gazdasága.
és akkor maradjunk ennél a témánál is. Vajon az a helyzet, amiben mi most vagyunk, az vihar előtti csend, vagy valami egyéb, hogy mégis túlértük ezt a válságot, ha bár szerintem még nincs vége ennek a járványhelyzetnek. De egyáltalán a romániai gazdaság milyen sérülésekkel tudja ezt átvészelni, vagy át tudja vészelni ezt az időszakot, ezt a mély pontot, mert látjuk, hogy komoly nyugat-európai gazdaságok rendültek bele ebbe a helyzetbe. Hát, hogy mennyire rendültek bele, vagy mennyire nem, sajnos, ezt csak abból tudjuk meg, hogyha az újságokat elolvassuk, vagy az online felületeket nézegetjük. Én egy picit visszamennék 100 évvel ezelőttre, mert 100 évvel ezelőtti helyzetet mai napig nem sikerült kieverni, sajnos. Most már kezdik úgy a magyar, mint a nemzetközi politikusok is, és történészek is azt mondani, hogy tulajdonképpen az első világháború nem akkor kezdődött, amikor háborút hirdettek egymás ellen, hanem már az 1900-as évek elején, az 1800-as évek végén, már akkor megkezdődött, tulajdonképpen annak csak egy folyamata, de ugyanígy vagyunk ezzel a koronavírussal is, szerintem ez nem most kezdődött, nem decemberben kezdődött. Ennek egy olyan folyamata alakulhatott ki, amit én több cikkben is leírtam, és megpróbáltam magyarázni, hogy kapitalizmusnak egyetlen egy feltétele az, hogy saját magát tudja igazolni, az állandó fejlődés, hogy mindig fejlődünk. Ehhez a 30-as évektől errefelé megfigyelhettük, hogy ez a kapitalizmus, amely tulajdonképpen abban az irányba halad, hogy jó léti társadalmat alakítson ki, ez a propagandája. Ehhez szükséges az állandó fejlődés. Hogy úgy érezzék az emberek, hogy mindig valahonnan fejlődnek, s tovább mennek egy lépéssel. Ezt másképp nem lehet elképzelni az életünkbe, mert mi a természetnek ugyanúgy benne élünk és részesen vagyunk, tehát ha az fejlődik, mi is fejlődünk. Nem emberi szempontból nézzük ezt a fejlődést, hanem a természet szempontjából, akkor tényleg mindig fejlődünk. A mi szempontunk, amit ránk erőltettek 100 évvel ezelőtt, vagy még azelőtt, az a fejlődés az, hogy összehasonlítsuk, hogy a tegnapi létem jobb-e a mainál, vagy rosszabb, és akkor fejlődtem, ha jobb most. Tehát ez azt jelenti, hogy meg kell állítani a gazdaságot. Megállították a 30-as években is a gazdaságnak a fejlődését, aztán elkezdett hirtelen fejlődni, háború volt, megállította a gazdaságnak a fejlődését, azután jöttek a kisebb-nagyobb recessziók, mindig valami hol pénzügyi, hol gazdasági recessziót hirdettek meg, 60-as évek, 57-es évek, 60-as évek közepe, 70-es években. Mindig valamilyen recessziót, valamit generáltak. Ezelőtt, amikor volt a nagy pénzügyi recesszió, pár évvel ezelőtt, megállította igazi a gazdaságot, megállították. Ott a bankrecesszió volt, a bank hiteleknek a gerjesztésével csináltak. A jóléti társadalom eljutott hirtelen, megint fejlődésnek indult, megint eljutott egy olyan folyamatra, hogy meg kell állítani. Lehet, hogy csak kihasználták ezt a vírusos helyzetet, ami kialakult. Itt talán egy picit túlgeneráltak, egy picit oda segítettek. Én úgy nevezem, hogy hisztériát alakítottak. Hisztériát keltettek, média keresztül teljes mértékben. És ezt azért merem a véleményemet így elmondani, mert abban azért, hogy a influenza, ami minden évben megjelenik, nem terjedt el akkora mértékben az idén, mint a tavaly, az tényleg annak köszönhető, hogy az emberek otthon ültek, nem tartottak egymással kapcsolatot, vagy idegenekkel. De ha megnézzük a statisztikát, több tízszerese, sőt azt lehet mondani, százszorosra halt meg az embereknek ezelőtt egy évvel, mint most a koronavírus által. Nem mondom, a koronavírus, tehát amit intézkedés hoztak, az valahogy megállította. De mi történt volna, ha nem ezt a típusú intézkedést hozzák? A svédek nem védekeztek ennyire, meg is van az eredménye tulajdonképpen, tehát ott van a negatív példa, hogy ott több halott van. Na de ne felejtsük el azt az előkészítő folyamatot, amelyik évek óta folyik most már, hogy túlnépesedtünk.
valamit kell csinálni a túlnépesedés, és kijelenti a FEME-nek az igazgatója, hogy mi lesz a nyugdíjasokkal. Igen, sokan vannak. Nem termelnek. Erre jön egy olyan vírus, amit lassan már nyugdíjas vírusnak is lehet nevezni, mert valóban a 65 feletti korosztályt szinte teljes mértékben minden országban statisztika kezd mutatják. Tehát a nyitott oldalak megmaradtak. Tehát nem lehet tudni. Ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy 100 év múlva sem fogjuk tudni, hogy tulajdonképpen mi volt most. Gazdaságilag, hogy mit jelent? Hát én nagyon pessimista vagyok. Kihozták, hogy az egy év alatt az országban, úgy átlagban az életszínvonal és az átlag jövedelem olyan 4-5% között növekedett. Kivéve Kovászna megyét, ahol azt mondja, hogy az átlag jövedelem 2,8%-kal csökkent. De miért? A román vezetésnek vissza lehet vezetni arra a nacionalista elvekre, amit te is emlegettél, hogy úgy Moldovának az északi részét és elhanyagolt részeit, különösen a Prut vidéken, a fejlesztés még akkora ütemet se ért el, mint Kovászna megyébe. Az általános statisztika róluk nem beszél, csak Kovászna megyét emlegeti folyamatosan. Ezért aztán világos, hogy a legszegényebb megyének hozzák ki, amikor egyáltalán nem hajlandók megengedni azt, hogy abból az állami pénzből, amit csepegtetnek az országban mindenütt, abból ez a régió fejlődjön. Szerintem ugyanaz lesz a mese, mint minden recesszió után, hogyha az emberek nem állnak a talpukra, és nem ők teremtik meg azt az autonómia lehetőséget, hogy gazdaságilag tudjanak fejlődni, nincs mit várjunk az államtól. Nincsen pénze, nem tudja, a beígért 40%-os nyugdíj emelés nem tudja megbetartani, mert nincs pénze. Kap az Uniótól 33 millió eurót, jól mondom, 33 millió eurót, mire fogják használni? Jó, kap beruházásra is, autópálya építésre, vasútfejlesztésre, de vajon ezt úgy fogják-e felhasználni, mint eddig, hogy Európa, akarom mondani, lehet, hogy a világon a legdrágább autópályát Romániába építik. Na hát, hogyha azt a pénzt, amit autópálya építésre kapnak, azért az Unióban az emberek, ott szakemberek dolgoznak, ők meghatározzák, hogy mit lehet adni. Ha nem tudják ebből kihozni, azt jelenti, hogy egy részét el kell lopni az autópályának. Mert az valahova elmegy az a pénz. De ugyanez a vasút, hát nézzük meg a vasút helyzetét Romániában, hát katasztrofális. De ugyanakkor az úthálózat katasztrofális. Már azok az autópályák, amiket eddig építettek, már mennek tönkre. Tehát egy olyan infrastruktúrális helyzetbe érte Romániát ez a gazdasági megállítás, amelyikből nem tudom, hogy mennyire tud rövid időn belül kilábalni. A másik oldala az egésznek, Johannes meghirdeti, hogy a Románia Educaria Romániae, tehát Romániának a nevelése programot, 21. században vagyunk, könyörgöm. Eddig mit csinált a román pedagógia? Nem beszélve a 100 évről, csak a 30 évről, hogy most kell megtanítani, most kell civilizálni a társadalmat, mert tulajdonképpen az, hogy megint növekedik a fertőzöttség Romániában, ez a civilizálatlanságnak a következménye. Lehetett látni a gócpontokon, hogy hol, igen, alakultak ki a fertőző pontok. Tehát szinte borítékolható volt, hogy ahol valahol kialakult egy gócpontot, azonnal lehetett tudni, hogy itt valami a társadalmi helyzet magyarázta, vagy az illető közösségnek a személyes higiénia, az való hozzáállása. Tehát hogy azért voltak ilyen helyzetek. Persze voltak kivételek is. Na most... Az a vezetési formas, azok az emberek, akik szerintem vezettek, képtelenek. Tehát válság kommunikáció és válság kezelés szempontjából levitéz lett az ország vezetése. Abszolút, képtelenek ezt a helyzetet kezelni, és akkor nem tudom, hogy fogják kezelni a gazdaság újraélesztését.
ami egy nagyobb válság kommunikációt igénye neki. Ez az egyik. A második pedig az, hogy nézzük meg, egyik legnagyobb gondja a COVID-19-ben Romániának a cigányság volt. Hát nézzük, szinte lázadásig feszült helyzetek alakultak ki. 30 év alatt nem tudtak kezdeni semmit ezzel a nemzeti kisebbséggel Romániában. Nem is nagyon tudtak, mert jó részük, hát mondhatni szinte 50%-uk szépen átvándorult Nyugat-Európába, és igazából azért volt most probléma, mert hazajöttek, kénytelenek voltak haza. Igen, jönni. De miért vándoroltak át? Jó kérdés, így van. Tehát a másik kérdés az, hogy miért nem, semmi nem is igyekeztek itt tartani őket. Sőt, nagyon jó volt, mert hazaküdték a pénzüket. De nem csak a cigány kisebbséget, hanem egyáltalán az ország munkaképes lakosságának a nagyobb részét, 500 ezer munkás hiányzik az építőiparból, autópályákat így nagyon nehéz lesz építeni. Igen. És most igazából az ország vezetése azt támogatja, hogy Németországnak küldjünk munkaerőt, hogy legyen neki, miből a mezőgazdaságát fenntartsa. De a visszásságnak ez az az oldala, hogy addig, ameddig minket ide bezárnak, ezeket az embereket szószoros értelemben eladják. Nagyon alacsony bérért, nagyon alacsony munkaviszonyok között. Azt lehet mondani, hogy egyfajta rabszolgakereskedés. Állami szinten. Állami szinten, mert van két elnök megegyezése. Mikor derültem a Johannes Merkel-féle tanácskozáson, hogy akkor most miről beszélünk, mivel kereskedünk, hogy is van ez, hogy romániai munkaerő, hát nekünk is szükségünk van itt munkaerőre, hogy akkor hogy is van, miért van ez, vagy miért küldjük mi spárga szedni az embereinket, mikor hiányzik 500 ezer munkaerő az autópályaépítésből, vagy az építőiparból. Tehát ezek mind ilyen visszásságos, ezt ilyen állami szinten próbálják le gyúrni a torkunkon, érdekes. Igen. Én azt mondom, hogy ez az egész helyzet, ez egy ilyen átmeneti állapot, tehát úgy Európának egy átmeneti állapota, mint nekünk. Mert nézzük meg, hogy milyen fura helyzetek alakulnak ki, mennyire sikerült kimosni az emberek agyát 30 év alatt, és nyugaton még régebb megkezdték itt. A legnagyobb gondunk az, hogy szabadok vagyunk. Minden szabad csináljunk. Egyáltalán oda jutottunk ezzel az agymosással, hogy önmagunktól nem vagyunk szabadok. Mert milyen könnyű az embereket egy úzvölgyi felkiáltással odáig vinni, hogy már szinte-szinte összeverekednek, vagy neki mennek embertársaiknak, azért, mert csak úzvölgyes egy adott pillanatban ilyen szlogenekkel és szöveggel felhetszelik. De ennek sokkal veszedelmesebb példája kezdődött a sárga ingeseknek a hadjárat a Franciaországban. Ott is egy adott pillanatban nem lehetett tudni, hogy miért, de ütték raboltak, gyújtogattak. Amerika, ez most történik. Ők a fekete maszkosok most igazából. Ezt a szerencsétlen, hát igen, az Antifa mozgalom. Csak hogy miért pont Antifa, nem tudom. Érdekes, hogy miközben rabolnak, antifasiszták igazából pont ennek a jegyében cselekszenek, meg rabol, igen, tehát ezek az üzletrablások, csak így néztem a képernyők, hogy te jó ég, hát ez most így most a legjobb. De hát most arról szól, hogy kiállunk a néger mellett, vagy arról szól, hogy rabolunk, vagy arról szól, hogy most mindent szétverünk. Odasodorjuk Amerikát, ez szinte szükségállapotot kell hirdetni. Nem erről szól. Arról szól, hogy Trumpot félre kell állítani. Félre akarják állítani. Na de térjünk ide vissza hozzánk. Gazdasági helyzet. Pillanatnyilag a kisvállalkozók levegőben vannak. Nincsenek megrendelések, nem tudják, mit kezdjenek. Hiteleket próbálnak felvenni, de hitelek háta mögött legtöbbször nincsen reális megrendelés, hogy próbál dolgozni, és próbál teremteni értéket, csak éppen a fogyasztó nincs a háta mögött.
Nő a munkanélküliség. Nézzük meg Kovászna megyébe, csak ezen a héten 300 munkanélküli született. De nem csak itt, hát a Dacia gyárat úgy néz ki, hogy majd megint leállítják húzamosabb időre. Ezen kívül a kisvállalkozóknak nagy része azt a két hónapot fizette az államot, akkor nem csináltak semmit, de elkezdik elbocsájtani az embereket. Tehát a munkanélküliség, ami eddig munkaerő hiány, át fog csapni hirtelen munkanélküliségbe, amely 6 hónapig az állam lehet, hogy fizeti hitelből innen-onnan, de azon túl át fog szükség helyzetbe menni, mert nem lesz élelemre se pénze az embereknek. Erről a témáról fogunk még beszélni valószínűleg, több mint valószínűleg az elkövetkező műsorokban. Néhány percünk maradt a második témakra, ami nem kevésbé fontos. És hát igazából egy folyamatot is látok ebben az elmúlt napokban. Szerintem a bizonyos Johannis-féle kirohanás, magyar ellenes kirohanás sem volt véletlen. Valószínűleg ez is egy ilyen titok, hogy miért történt. Azóta sem tudjuk, hogy a szerei vagy a titkos szolgálatok egyáltalán milyen veszélyt jelentettek az államfőnek, hogy ki akarta átlapátolni a román földet Magyarországra, vagy Magyarország akart idejönni, meg hasonló dolgok. Ez egy örök talaj maradt. Egyelőre egy nyilatkozat után szerintem egy felelős politikusnak, államférfinak köteles lett volna bizonyítékokkal is szolgálni. Na, de itt van az a bizonyos Trianon 100 esemény is, ami éppen a tegnap volt. Kíváncsi voltam, hogy én személyesen hogyan élem meg, vagy hogyan éljük meg ezt. Én láttam, hogy eléggé civilizált, a méltóság teljesen. Nagyon szép dolgok születtek ebből, ebből az évfordulóból, én figyelve a közösségi oldalakat is, és úgy látom, hogy igen, hát ezt a 100 évet ezt sajnos nem tudjuk visszacsinálni, a múlt az marad, de nekünk kötelességünk a jelenben élni és a jövő fele építkezni. Körülbelül ez volt a lényege az egésznek, és én is ezzel vagyok el, hogy ez az, ami úgy megragadott ebből. Trianon 100, mit jelentett neked ez a dátum? Te foglalkoztál konkrétan, akár írott formában is ezzel az időszakkal, az 1916-os román bevonulással, az első világháború történetével, és egyáltalán ez az időszak. Azt hiszem, hogy soha nem fogjuk tudni megérteni konkrétan, hogy mit is jelent Trianon, csak azok, akik átélték abban az időszakban. Igen. Azok, akik átélték ezt most már, merem állítani, hogy közelebbről ismerem, mert nagyon sok visszaemlékezés, embereknek a visszaemlékezését dolgoztam fel, és próbáltam megérteni. Tulajdonképpen volt egy eufória, hogy szükséges a háború akkor. Rá rövid időre rájöttek az emberek, hogy abszolút semmi értelme nincsen. Az eufória elszállt, és azután pedig jött egy letargikus állapot, amivel nem tudták mit kezdeni. Azután pedig 4 év alatt az emberek megszokták, katonák, hogy nekik mindent lehet, tehát ott, ahol vannak, ők az urak, amikor hazajöttek, ugyanúgy viselkedtek. Tehát egy olyan állapot alakult ki, hogy nagyjából mindenütt, ahol azt lehet mondani, egy adott pillanatban mindenféleképpen anarchia alakult volna ki. Próbálják megmagyarázni, hogy Erdélyben azért nem alakult ki, mert román csapatok bejöttek, nem hiszem. Az embereknek a józan esze vezérelte, hogy azért mégse menjünk el abba az irányba, de főleg a gazdasági helyzet. Na most, hogy ahogy már mondtam az elején, hogy miért lett háború, hát azért lett háború, mert ezt akarták, hogy legyen. Erdély, hogy Romániához került, ezt is így akarták. Kellett Nyugatnak egy olyan vidék, amelyek már akkor tudták, amit létrehozott Nyugat-Szovjetuniót, azzal szemben kellett neki egy ütköző zóna, ahol meg, adott esetben meg tudják állítani a Szovjetunió terjedését. Nem sikerült ez nekik. Második világháborúban aztán visszatelepítették megint Szovjetuniót, akkor mondom, most már mind Oroszország a saját helyére. Visszatelepedett tulajdonképpen és saját magától. Nekem Trianon azt jelenti, hogy
ezt meg kell őrizzük úgy, mint egy trauma. De arra kell törekedjünk itt, ezek a, hogy vissza Magyarországhoz, nem tudom mi, ezek ilyen légből kapott populista szövegek. Ez a 100 évig tartott szerződés, ezzel is úgy vigyázni kell, érdemes utána nézni a történelmi alterének, hogy volt-e egy ilyen kitétje a szerződésnek, hogy 100 évig érvény, na és akkor, hogyha lett volna, és most akkor mi van? Tehát, nem volt, de fölösleges az egész. Itt a legelokvensebb a magyarázat, amit én is azt mondom, hogy ez volna a legjobb, és ez lett volna a legjobb. Tulajdonképpen itt, hogyha nem telepedik a nyugati politika rá, az erdélyi politikára, és nem a Wilsoni elvet, amire azt mondják, hogy pozitív, nem volt pozitív a Wilsoni elv. Ő azt mondta, hogy nemzetesség... Követte egy második világháború, az egész trianoni békeszerződésnek az eredménye volt. A Wilsoni elv alapján került Romániához. Az akkori erdélyi politikusokra, ha nem telepedik rá, szerintem egy részét megvásárolták kilóra, a román kormány akkor nem telepedik rá, akkor valamilyen autonómia formája kialakulhatott volna Erdélynek. A mostani beírásokban az interneten, de nem csak az interneten, hanem a sajtóban is, olvasom, hogy tulajdonképpen az erdélyek számára, úgy legyen az magyar, német, román, vagy szerb, más nemzetiségű, a Trianon az gyász. Tehát erdélyek számára akkor is gyász volt, most pedig azért gyász, mert most se tudja, ahogy akkor nem tudja, most se tudja, mit kezdjen Erdéllyel a román vezetés. Főleg elhordtak innen mindent, azóta is hordják innen. Tartalékénystől elkezdve az egész román politika rátelepedik folyamatosan Erdélyre, és ebből próbál megélni. Sajnos, hogy ez pillanatnyilag a román politika nagyon ügyesen kihasználja azt, hogy az európai helyzet nem az, amelyik a nemzeti kisebbségeket próbálja fenntartani, vagy egyáltalán a nemzetiséget próbálja erősíteni. Habár a koronavírus bebizonyította az, hogy egyetlen egy formája a helyzeteknek a megoldására a nemzetiségek és a nemzeti államok. Így igaz. És ezt kellene megértenie. Lucian Bojának jelent meg nemrég egy cikke, hogy mindenféleképpen akár akarják, akár nem, Erdélynek egy idő után autonómiája lesz. Autonómiája lesz, mert ahogy... És ez egy teljesen természetes folyamat lesz, semmiféle vér nélkül, meg hasonló gazdasági alapon is. Nem lesz, tehát ráerőlteti tehát maga a földrajzi helyzete Erdélynek, ráerőlteti a románokra, hogy el kell ismerni. Nem lesz azért is, mert az a folyamat, az erőltetett, amit főleg Johannes erőltet, hogy nekünk a stratégiai partnerünk Amerika. 56-ban stratégiai partnere volt az ellenzéknek Magyarországon Amerika. Azt mondták, na jönnek az amerikaiak, és megvédenek minket. Volt egy szuezi válság, az erősebb volt, és még a gazdasági ismét... Sokkal erősebb volt az aszuáni helyzet, igen, hogy az oroszokkal ott menjenek szembe. És most Amerikának van mivel foglalkoznia? Érdekes. Most Amerikának van mivel foglalkoznia, de nem várhatunk Kínától se segítséget. Úgy, ahogy Magyarország nem várhat. És az Európai Uniótól sem várhatunk segítséget, tehát bebizonyosodott az elmúlt hónapokban. Igen. Tehát itt csak az van, amit mi tudunk előállítani. Mi nem szabad várjuk, csak akkor változna a helyzet, hogyha teljes paradigmaváltás történne, a politikai elitet leváltanák, és csak nem tudom, hogy ki jön utána. Tehát ezért mondom, hogy az autonómiát, amit hirdettünk, sem, amit akarunk, sem, azt mi tudjuk megteremteni saját magunknak. Van rá mód. És nem várni a politikusoktól, hogy kiharcolják, hogy törvényszerűleg autonómiát. Nagyon sok kis autonómia létezik a világban, amelyet saját maguknak teremtettek meg az emberek. 2003-ban például Kanadában egy ember megszervezett egy olyan hálózatot, amelyik most már több százezer
sikeres embert foglal össze, az a régió gazdaságilag túlhaladja Kanadának a fejlettségét, és a mostani helyzet se befolyásolta őket. Tehát meg lehet, tehát van rá lehetőség, van rá példa is. És nem csak ez az egy van, Európában is vannak, Németországban is vannak ilyen régiók. Jó, rá akar telepedni Nyugat, és fel akarja borítani ezt a helyzetet, lásd a migránsok. Tehát ha egy ilyen kis régióra ráengednek migránsokat, rögtön megszűnik az a helyzet, amit kialakítottak. Kénytelenek vagyunk abba, hogy a beszélgetést, adásidőnk bőven lejárt. Valószínű, hogy ezek a témák folyamatosan terítéken lesznek. Én úgy gondolom, hogy a járványhelyzetnek még úgy tűnik nincs vége, és hát reméljük, hogy igen, ebben a pozitív irányba fogunk elmozdulni. Trianonnal kapcsolatosan is mindenképp a jövőre kell odafigyelni, a jelenből kiindulva. Én köszönöm, Laci, neked a beszélgetést, hogy itt voltál, én kedves nézőknek is köszönjük. Reméljük, hogy jövő héten is tudunk találkozni, addig nem történik semmi gond az országban, a világon. További szép hetet kívánunk önöknek, a viszontlátásra.